lenni nem könnyű állapot. Lusták, szemtelenek, rosszak és egyfolytában szerelmesek. Csak remélhetjük, hogy egyszer belül a fejük lágya. De higgyék el, nekik sem könnyű. Erre bizonyosság az Ziczó Attila Ezer szín című színdarabja, melynek jeleneteit a kislétszámú csoport tanulói mutatják be. A darabot betanította Viktor Tünde gyógypedagógus. Légy ma gyere és játsz meg itt velem, emlékezz, ahogy én emlékezem. Játsz azt, hogy félünk meg itt, játsz azt, hogy játszunk meg itt, hogy az idő nincs hányobb alatt, hogy a napok titott. Nem tudod menni az idő? Félni. Figyelj, nincs egy toll. Tessék. Figyelj, írhatnak a hátat? Te is ide jött? Aha. Melyik? Hetedikbe. Még nem látod? Aha. Szoktál járni meg te? Aha, nem nagyon. Majd gyere meg! Jó. Mi van veled? Nem hiszed el, hogy ki volt itt? Ki? Hát ő! De ki? A világ megcsúcsa a pasia! Nem a hívom! Igen, és beszéltünk! De velem? Igen, és ismer már! Azt mondom, nem hiszem el, csípjének! Most annyira oda van? Thank you.
Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk. Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, silessük függöny mögül. Míg a régi tangó helyet ül. Tudod, van egy kis problémám. Kitaláltam egy számítógépes játékot, amit szeretnék odaadni egy cégnek. Aha. Elmeséljem, hogy milyen. A katonának lenne egy gyöngyvektorja, tábor. Ebben mondja a felszerelését, hogy valóságú legyen. Az én vektorja legyen kicsi, ne legyen nála 76 géppuska, maximum 3 kétkezes, a kezében a másik 2 állnak. Figyú, nem játszott kézzel? Figyú, ez már nem cike egy kicsi. Ez nekem nem megy. Akkor meg mit akarsz? Csináljunk más. Üljünk le, hülye géped elég? Nem, erre gondoltam. Járni akarsz rá? Jaj, te még gyerek vagy. Az érdekes megközelítés, hasonló korútól. Inkább legyen. Oksa, szia, holnap is együtt megyünk haza. Aha. Hello, ugye te vagy a focista? Hello, ugye te vagy a focista? Mi van? Álmoskom vagyok, 7. B-ből. Ne vedd meg név, ne húzd a rádiót. Kérem valami, mi van? Arról van szó, kissé életlennek érzem magam az udvarláshoz. De a szükség néha törvény van. Mi van? Azt hallottam, hogy neked erősséged a csőzás, ezért szeretnék kérni tőle néha a tanács. Apa, zöldnek nézek ki, mert a nalkocsákán. Konkrétan négy dologról lenni szó. Az első, hogyan kell beszélni a kiszemelt lányban. Öregem, te egy vicc vagy. Most komolyban engem kérdezel a gulajdében. Nem hiszem el, hogy ekkora bankit vagy. Tudod, ki vagyok én? Középpályás, helyi futballcsapatban, közepes tanuló, jó körülmények között élsz, megnyerő a külemet, és a kommunikációt is kiváló bizonyos kontextusban. Mi van? Igvin magyar. Érteni? Komprenden. Szóval? Magyar. Ne zizek ez a gyakba, mert most már ütök. Akkor nem segítesz. Ez nem valami jó hír. Na ide figyelj! Fogd a Vigi! Ne dumálod az agyát! Használod, amire kell, aztán dolg! Jöhet a következő! 48 óra! Érted? Ennyi a limit! Se több, se kevesebb! Azt is írt oda, semmi őszinteség, semmi titok kifecsegése, mert felhasználják későbbre. Ennyi! Érted! Rázért kösz! Akkor dobzat! Játsszuk ma újra, hogy mindenki másról beszél. Egy néhány hív oszlányt hoz különbe a szél. Játsszuk azt, hogy vérünk megint. Játsszuk azt, hogy játszunk megint. Hogy az időtre álljott tapad. Hogy a tábor. Enyém! Nem a tiéd! Enyém! Nem a tiéd! Enyém! Zavard meg! Most mit ajánlsz ma? Eleget van belőled! Nyugi már! Mindent elszegy! Egy szemét van! Úgyis engem válasz! Pedig, ha tudnád! Mi van? Á, semmi! És mi van? Csak tudok valamit, ami érdekelne. És mi az? Majd pont elmondom. Hasonlik a voltam? Segítsek valamiben? Majd pont te tudnál segíteni. Pasi? Valami olyasmi? Nem én össze valami? Vagy valaki? Miért olyan össze? Hát, nem is tudom. Rólad basszó, kisanyám? Tessék! Kíváncsi vagy mi? Figyelj, végül is nem vagyok a rosszban. De, nagyon rosszban vagyok. Akkor mi mit akarsz? Azt akarom, hogy kenyerünk. Mi van? Igen, jóval jöttem. Azt akarom, hogy kenyerünk. De... Akarod tudni, vagy nem? Léci! Térdez, vagy húzod? Léci, Fuzsi, mondd el, mit tudsz róla. Azt mondják, hogy a focistában randiztál, és mindenki egy utok is döntött. De ez nem is igaz!
és apámmal kell élni. És nincs nem olyan hagyján, mert akkor belefülelünk a szarba. Szerelmesek, hazudnak. Rosszak. Szerintem.